2005. szeptember 13-án bekerült a patch 1.7.0, és vele együtt Zul'Gurub is, ami a játék első 20 ösrénye volt. Az Insta főbossza Hakkar volt, aki az Encounter alatt egy Corruptive Blood nevű debuffot rakott a playerökre, ami 10 second keresztül 2 secondként 200 damage-et okozott, ami eléggé nagy volt akkordány. És emellett még tovább is terjedt a közelben lévő playerökre. A baj ott kezdődött, amikor a vírus kijutott az Instából Hunter peteken keresztül. Gondolom, most azon tanulkodsz, hogy ez hogy is történt. Hát ez úgy volt, hogy mint a Petre elkerült a debuff, a gazdát dismisszelte, mert megidézte egy zsúfolt helyen, például valami nagyvárosban, mondjuk Ironforge, Orinmar, Stormwind vagy valamelyik, és már is elkezdett átterjedni a debuff más playerökre, akik továbbadták más playerökre, tovább, és így tovább gondolom értitek. A low level playerek hamar meghaltak, mert az a 200 damage eléggé soknak számított nekik, mondjuk ugye HP-juk 50%-a. High level playereknek sem volt azért jó, mert pontosan 200 damage-et kapni eléggé megnehezíti a napi dolgaitokat a városban, így hát elég irritál volt nekik is. A városok így elég hamar szellemvárosokká alakultak, mert tele volt csontvázakkal, hullákkal, és senki sem akart oda menni, mert úgyis csak meghal, vagy lassan tud bármit is csinálni ott, mert lassan damage-et kap. Így a játékosok elkerülték a nagyvárosokat, vagy abba is hagyták a játékot a bug ideje alatt. A járványnak csak az 1.8.0-as patchedett éget, ami a bug megjelenése után egy hónappal jött ki. Ami elég sok idő, ha úgy belegondolok. Később járványtani kutatók is vizsgálták ezt a virtuális járványt, mert olyan volt, mint egy óriás modell. És a városok tömeges elhagyása, valamint a biztonságos, kevésbé zsúfolt helyekre való menekülés, még a terror elhárítás figyelmét is felkeltette, hiszen tökéletesen lehet látni azt, hogy mi történik a lakossággal akkor, hogyha valamilyen katasztrófa tör ki a nagyvárosokban. És az eset nagy befolyása volt még a készítőkre is, hiszen a Wrath of the Lich King kiegészítő előtt rendeztek egy ilyen zombi járvány eventet, ami körülbelül ugyanez volt, csak az tervezett volt, ugye, és nem volt idegesítve annyira a playeröknek. Nos, itt a videó vége, kösz, hogy megnéztétek, remélem érdekes volt, mert nekem is az volt, amikor még anno olvastam, gondoltam csinálok róla egy videót, biztos sokan még nem hallottak róla. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok nyugodtan egy lájkot, és már is elkezdtem csinálni a következő részt, ami a World of Warcraft alfájáról fog szólni, amiben például volt házrendszer is, ahol a játékosok tudtak házakat építeni maguknak. Kösz, hogy néztetek, további szép napot, ha továbbra is szeretnétek értesülni a videóimról, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!